Jön tehát az este 5-ös találkozó, köszöntök mindenkit. Dánia-Peru mérkőzés, ugye 2018-as oroszországi VB-n a két csapat már összecsapott ott akkor egymással, Poulsen góljával 1-0-re nyertek a dánok. Most viszont mindenképpen a dánoknak kéne javítaniuk, hiszen 2-0-re kikaptak a franciáktól a dánok. Peru pedig 2-1-re legyőzte Nigériát a nyitókörben, amennyiben Dánia ma is kikapna, hogy egészen biztosan kiesik Dánia már most a világbajnokság csoportköréből, Peru pedig tovább is juthat akár. Úgyhogy nagyon fontos meccs mind a két csapat számára. Jöjjenek a himnuszok! Schmeichel természetesen a dánok kapujában. Ami a védelmet illeti, Mene Christensen kier, illetve Vaz szerepel majd a dánoknál. A középpályán Eriksen, Schön, illetve Højbjerg kap játék lehetőséget. A támadó trió pedig ezúttal a Breitveit, Dolberg, Damsgaard hármasból áll össze. Így állnak fel tehát a dánok a mai Peru elleni mérkőzésre. Ugye este jön majd a másik meccs. A nap zárásaként Nigéria, Franciaország szintén ebből a csoportból, de hát itt a H csoportban rendezik ugyebár az utolsó meccseket a második fordulót tekintve, holnap már a harmadik csoportforduló kezdődik meg majd ezen az EVB-n. Nézzük tehát akkor Peru kezdőjét. A kapuban természetesen Galeza, aki bravúrokat halmozott Nigéria ellen. A védelemben Traukozan, Brano, Abraham, illetve Advincula. A középpályán majd Cueva, Jotun, Aquino, illetve Carillo. A két támadó pedig egymás mögött, vagy előtt, Farfán, illetve a Zék ezúttal majd Rui Diaz lesz. Jön tehát a meccs, pirosban a dánok, fehérben pedig Peru. És a dánok kezdhetik majd a meccset, Dolberg a kezdőkörben. És ebben a pillanatban elkezdődik tehát a meccs, Eriksennél már a labda. Eriksen egyelőre kivár, most teszi tovább Schönének. Voltak azért változtatások a dán kezdőben a franciák elleni meccshez képest, meglátjuk, hogy ez mennyit jelent majd Breitveit, rögtön Advinculára rávezeti, jó a visszacsele Breitveitnek, és ez helyzetet, Breitveit leteszi, Højbjerg, és a lövő helyzet, sőt lő is Højbjerg, jó a blokk, Eriksen lefejeli a labdát, és szabad rúgás lesz, majd mutatja a játékvezető méghozzá Dániának. Nem rossz helyről, Eriksen azonban csak lepasszolja, Damsgaard fordul be, és lövi rá, jó a védés, Galeza fogja. Damsgaard ugye nem játszott Franciaország ellen, most viszont bekerült a kezdőbe a peruiak elleni meccsre. Rui Diaz. Jó, cselekkel indult meg Rui Diaz, Christensen üldözi őt, Rui Diaz még egyelőre. Rui Diaz beközépre, Aquino veszi át, még mindig ott van a labda, Aquino, Aquino lő Schmeichel. Vasz. Aztán ez most már Jotuné, ismételten Perunál a labda, Jotun felíveli, Vasz kifejeli, dobhat majd a perui válogatott. Cueva, Trauco, Trauco, Schmeichel kijön, Trauco, mekkora meglátás volt, vezet Peru. Egy óriási góllal Peru jut előnye Trauco révén, meglátta, hogy kintán Schmeichel, és ezzel megvan a vezetés Perunak nagyon hamar. Nagy meglátás volt, hát nem tudom Schmeichel miért jött ki, mindenesetre Dánia hátrányba kerül elég hamar Schmeichel hibája után, a 12. percben tehát vezet Peru. Eriksen. Eddig egyedül Aquino lövése volt az egyetlen veszélyes momentum Peru oldal, perui oldalról. Ezt védte a kapus, ezt pedig Trauco remekül látta meg. Zambrano. Cueva. Nem játszott jól Peru, Nigéria ellen még kapura lövésük sem volt az első fél időben, mégis egy öngóllal vezettek 1-0-ra. Aztán még a fél idő vége előtt egyenlített ugye Nigéria. Schmeichel. Szabadrúgás lesz majd Perunak. Más pedig sárgát kap, Carillo meg elvégezeti a szabadrúgást. Nem rossz, de kifejlik a dánok. Dolberg. Breitveit. Megkapja ott Schöne. Őt leszerelik. Advincula. Aquino. Jotun. Ível csak. Carillo. Jó labdát vétele. Carillo lövi középre. És aztán a játékvezető ad egy sárgát Simon Kiernek. Volt ott ugyanis egy szabálytalanság. Méghozzá ez belül. Ott Rui Diazzal szemben
ezért ad egy 11-est a játékvezető. Na nézzük, Carillo. Carillo lő mellé. Hát véleményes volt azért a büntető, tegyük hozzá, de így is végül kimaradt. Marad a 0-1 Peru javára. Damsgaard. Damsgaard még, be középre, Nyotun. Farfán. Nyotun. A másik oldalra Abrahamnak. Abraham felíveli, Aquino. Jó volt a labda átvétel, Rui Diaz. Ez is lepattan, Schöne tovább, Eriksen. Eriksen külsővel Dolberg irányába, Zambrano rajta, Dolberg vissza tudja tenni, jön Eriksen, nagy helyzet, és Eriksen Gallese lábbal. A nap egyik legszebb bravúrja volt ez most, Cueva. Trauco, megszerzi a labdát, Vass. Vass és középen Dolberg, Vass előtte nagy terület, Vass akár ezt lehet lőni is, Vass inkább csel, kötény, és Gallese végül. Hát ebben azért több volt most. Hát Carillo kiadta a büntetőjét, és ezóta megtáltasodtak most a dánok. Jotun. Hát Vinkula. Aquino. Az is jó. Damsgaard. Eriksen. Eriksen Schönének. Schöne. Az is jó. Brightweight vissza Schönének. Schöne még el tudja hozni. Schöne, hát Vinkula pedig Abraham. Aztán most már Jotun. És talán még egy perui támadás belefér, bizony belefér, Cueva, mert hogy megint eléggé szét van esve a dán védelem, Cueva beközépre, Schmeichel fogja meg. Ez most nem volt jó beadás. Christensen. Meg pass, Brightweight, Dolberg, és most került be ugye a kezdőbe, nem játszott az előző meccsen a franciák ellen, nem játszottak rosszul a dánok egyébként, de nem tudtak elbírni a franciánkkal, és ugye sima 2-0-ás vereséget szenvedtek a nyitókörben. Rui Diaz. A Schmeichel hova jött megint, de most véd. Rui Diazzal szemben Kasper Schmeichel. Højbjerg. Eladja a labdát, át Vinkula. Felíveli csak Cueva. Jó labdátvétele Cuevának. Még ott van Perunál a labda. Cueva, Trauco. Trauco. És aztán egy újabb jó szerelés. Szöglet lesz majd. Egy perc a ráadás egyébként. Jöhet majd át Vinkula szöglete. Nem is rosszul, ott a labda még, és sikerül kiemelni, de nem jó helyre, Carillo. Nem fújja a játékvezető az első félidőt, 1-0-ra vezet Trauco góljával Peru. Jöjjön tehát akkor a második félidő, amelyet Peru kezdett el, Dánia Peru 0-1. Hát egyelőre vezet tehát a dán csapat ellen a perui válogatott. Brightweight, jó volt a labda átvétele Brightweightnek, az viszont hiba ott a lövés, Gallese fogja meg. Komoly helyzetet hibáztak el most a perújak. Abraham. Az is jó. Rui Diaz. Rui Diaz kierüldözi őt. Rui Diaz még. Rui Diaz jó a visszacser. Rui Diaz teszi le. Jotun. Jotun eltöri. Christensen rúgja el aztán. Eriksen Brightweight. És ezzel most fordulhat Dánia. Brightweight hozza. Brightweight vezeti 1-1-ben. Brightweight még mindig ott van. Vissza tudja tenni. Beközépre. Gól! Egyenlít Dánia. Eriksen! És először gólt ezen az elvilágbajnokságon a dán válogatott. A második fél időben nem kellett sok helyzet ahhoz, hogy gólt lőjenek a dánok. 54. perc 1-1. Itt jön a beadás, Eriksen remekül érkezik, és aztán be is lövi. Ez meg rossz kísérlet fölé. Schmeichel. Zambrano fejedi le. Jotun. Az is jó még. Cueva. Cueva. Ott a csúsztatás mellé megy. Rui Diaz fejelt bele. Schöne helyre érkezik Delaney. Ugye kezdő volt a franciák ellen. Most pedig csereként áll be a perújak ellen. Christensen. Ugye Dánia majd az utolsó fordulóban Nigéria ellen zárja a csoportkört. A perújak pedig majd a franciákkal meccselnek. Holnap ugye 5-kor kezdődnek a közvetítéseink. Párhuzamos meccsekkel. Argentina, Új-Zéland és Uruguay Egyesült Államok. Este 9-kor pedig ugye Magyarország, Hollandia és Olaszország, Japán. Brightweight. Szép becsúszás Zambranótól. És jöhet majd a szöglet.
lejön Dolberg is. Érkezik a helyére Poulsen. Eriksen szöglete. Lepattan, Damsgaard. Kicsit kinnelgál léze, Damsgaard ezt meglátja, és emel, a gólvonalról ment aztán Ebram. Nagy mentés, szöglet Dániának. Eriksen. Damsgaard. Cueva rajta, Damsgaard megcsinálja. És a beadás után már Aquino. Carillo. Ez jó, Farfán. Farfán, az sem rossz. Jotun. Jotun. Ide szépen tette maga elé. Jotun küldi középre. Még mindig ott van. Jotun lefejeli. Traukó. Ő is egyből. Ott a fejes Mechelvéd nagyot. Carillo Farfán próbálkozott, de már les. Volt úgy, hogy Mechel jöhet a 11-es pontról kifelé. 20 perc maradt hátra, Dánia Peru 1-1. Egy távoli kísérlet, aj, de nagy meglátás volt, és ezt is védi Kasper Schmeichel. Edwin Kula szöglete jöhet majd a 72. percben. Nem is rosszul, Rui Diaz. Aztán az ismétlés, Schmeichel. Eriksen aztán. Kier. Poulsen. Mélet Delaney-hez. Poulsen. Ez jó, Damsgaard. Neubjerg. Még mindig ő, Poulsen. Delaney. Ez is jó, Jotun. Még van neki a labda 80. perccel, még egy perui támadás beleférhet, de nem, mert Méle ott van, Cueva. Aztán most már Kier. Ő meg most nagyon hibázik, Rui Diaz. Elviszi a labdát, Rui Diaz, még egy ember mellett, Rui Diaz, ez már a helyzet, Rui Diaz. Rui Diaz, le gól! Megint vezet Peru. Simon Kier hibáját használja ki Rui Diaz, és a 83. percben megint vezetnek a dél-amerikaiak Dánia ellen. Peru ezzel ma 8-as döntős lehet. Dániától pedig búcsút lehetünk. Tény, hogy Nibiri ellen még látjuk egészen biztosan a dánokat, de lehet, hogy tovább már nem. Ezt a meccset is elbukják, már pedig ilyen állás szerint elbukják. Rui Diaz góljával vezet Peru 1-2. Delaney. Méle, 85. perc. Poulsen. Ez is jó, Delaney. És el tud bizony menni Delaney helyzetben. Delaney lő, jó a blokk. Advincula. Abram. Eriksen. Damsgaard. De középre Poulsen. Poulsen még, Poulsen. Lepattan a labda Delaney. Lövő helyzet Delaney, nem lő. Inkább cselez Delaney, na még mindig ő Delaney. És nagy helyzetben Gallese ezt is kivédi. Braithwaite ismétel Gallese. És a triplázás pedig blokkolják. Gallese megint megmenti Perut attól, hogy esetleg ez egy döntetlen legyen, akár csak Nigéria ellen. Poulsen. Poulsen emel, Gallese véd megint. És lefújja a játékvezető. Peru tovább jut, Dánia kiesik. Dánia Peru 1-2.